Eredményes év, sikerült új munkahelyeket teremteni a vármegyében Comba Sándor szerint. Több mint könyvektára nőtt az olvasók száma a megyei könyvtárban. Új óvoda folytatná a fejlesztéseket, 2024-ben is nyír Bogát. Eredményesnek tartja a munkaügyi szempontból a 2023-as évet Comba Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár, sikerült biztosítani az Electrolux megszűnő munkahelyeit, és emelkedett a minimálbér is az év végén. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsey Televízió híradója. Comba Sándor államtitkár televízióknak adott interjújából kiderült, a jövő évben a Vármegyében újonnan meginduló gyárakban további munkalehetőségek nyílnak. Idén januárban jelentették be, hogy 2024-ben bezárja kapuit az Electrolux nyíregyházi gyára, és 650 munkatársuk állása szűnik meg. Akkor szinte azonnal felvette a kapcsolatot Comba Sándor, a Vármegyéből származó foglalkoztatáspolitikai felelős államtitkár a cég vezetőivel, hogy egyeztessen a munkáikat elvesztő dolgozók jövőjéről. Évközben kiderült, hogy a gyárépületet a hőszivattyúkat gyártó Quantum nevű svéd vállalat vásárolja meg, és a korábbi munkaerő nagy részét tudják alkalmazni. Comba Sándor úgy látja, sikerült kezelni a kérdést. Én itt viszonylag gyorsan jöttem is, és ugye hazai pályán mozgok, kíváncsi voltam, hogy mi történik. Hála jó Istennek az Electrolux abszolút korrekt módon állt ebben a helyzetben hozzá, és minden támogatást, amit megadhat a munkavállalóknak, megadott képzéssel, átképzéssel, és jóval több, hogy mondjam, juttatást ad, mint amennyit a munkatörvénykönyv vagy a kollektív szerződés egyébként neki előírna hivatalosan. De ami a legfontosabb az, hogy ugye új befektető érkezett, tehát tulajdonképpen, ha nem is azt a portfóliót, de valami hasonló portfólióval, ugye tehát a cég elkelt idézőjelben, mármint a terület, a telep, és létszámba is biztos vagyok benne, hogy az új cég is vesz fel majd embereket, de a térségben, aki akar dolgozni, azt gondolom, hogy fog tudni, mert az, aki egyébként munkahelyről munkahelyre kerül át, annak sokkal nagyobb esélye van, mint az, aki akár 4-5 éve regisztrált álláskeresőként próbál elhelyezkedni. Nyáron jelentették be, hogy 580 milliárd forintos befektetéssel akkumulátorgyárat épít Nyíregyházán a Sunvoda. Terveik szerint jövőre kezdődik el az építkezés, a gyártás pedig 2025-ben. Comba Sándor erre is alapozva úgy látja, kedvező lesz munkaügyi szempontból 2024. A következő év jobb lesz, mint az idei év volt, több szempontból is. Egyrészt ugye látjuk azt, hogy az idejévi infláció, sajnos bármennyire növekedtek a keresetek, ugye megette a reál kereset növekedést. A következő évben ugye most a minimálbér, garantálbérumot már sikerült december 1-től emelni. Egész biztos, hogy reál kereset növekedés várható az országban is, és nyilván Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. Ezzel az átlagkeresetek is növekedni fognak, és azok a beruházások, amelyek most csőre vannak töltve, azok megindulnak ugye 24-ben, úgyhogy újabb munkalehetőségek kínálkoznak. A munkanélküliségi ráta jelentősen változott az elmúlt 15 évben. Míg 2008-ban 20% fölötti értékeket mért a Központi Statisztikai Hivatal, addig 2023-ban 8-9% közötti értéket regisztráltak. Ez a mérőszám azonban azt is jelzi, hogy még mindig van tartalék a vármegyei munkaerőpiacon. Az év legnagyobb beruházásával épít akkumulátorgyárat Nyíregyházán a Sunvoda, ezt jelentették be július végén Budapesten. Az év 7. hónapjában történt fontosabb események összefoglalójával folytatjuk a híradót. Szent misével ünnepelték meg a hívek július 1. vasárnapján, hogy elkészült a görögkatolikus templom felújítása Kálói Semjénben. Kívül-belül megújult az épület, és rendbehozták a közösségi házat is. A görögkatolikus templom korszerűsítéséhez több forrás is igénybe vettek. Részben határon átnyúló rohú pályázatból, több forrásból, a Magyar Faluprogram segítségével és a hívek adományából újult meg a templom Kálói Semjénben. Kívülről teljes egészében, a tetőszerkezettől, a falaktól mindent sikerült, külső-belső nyílászárókat megújítottuk. Ami nem volt benne a pályázatban, az egyházközség saját erejéből a templom tetején lévő keresztet és gömböt 24 karátos vihar aranyjal aranyoztatta. A toronyórának a helye ki volt alakítva, de nem volt benne toronyóra, azt is elkészítettük, illetve a barokk templomokra jellemzően úgynevezett szobor vagy ikonfülkék voltak kialakítva, amiben semmi nem
volt, és ebbe pedig kárpátaljai festőművészekkel készítettünk két gyönyörű szép Mihály és Gábor főangyalnak az ikonját. A templom belsőben a teljes elektromos hálózat megújult, belső nyílászárók megújultak, új karzatfeljáró lett kialakítva, a mennyezeti szekkók teljes egészében restaurálva lettek. Több helyen jelentős károkat okozott a hónap közepén érkezett vihar. Összesen 23 helyen kellett közbeavatkozni a tűzoltóknak. Csak Újfehértóról 19 bejelentés érkezett a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. Ott kidőlt fák és leszakadt faágak okoztak főként gondot, de a viharos szél több lakóépület tetőszerkezetét is megbontotta. Délután 4 óra körül csapott le a városra egy, még a régi öregek által sem látott vihar, ami hatalmas károkat okozott a város intézményeiben és magántulajdonú ingatlanéban is. Rengeteg fát csavart ki tövestől, tehát hatalmas átmérő fákat is tövestől fordított ki a szél. A temetőben is több sír megsérült ilyen fa kidőlés következtében. Mentőállomásunkra ráborult az udvaron álló fa, illetve nagyon sok magánlakásnál jelentkezett a probléma. Tetőt szedett le információim szerint, meg a lakosok tájékoztatása alapján, illetve több helyen is a fa rádiolt az épületekre. Jégeső pusztított Nagyecseden is egy héttel később. A mindössze 15 percig tartó dió és teniszlabda nagyságú jégverés a település egyharmadát sújtotta. Sok családnak el kellett hagynia az életveszélyessé vált otthonát. A Magyar Református Szeretetszolgálat országos gyűjtés hirdetett a károsultak megsegítésére. Minden bizonnyal szükség lesz valamilyen központi segítségre. A védekezést elrendeltük a pénteki nap folyamán, illetve a Viszmajorra benyújtottuk a mai nap folyamán az igényünket. Nyilván reméljük, hogy valamilyen központi költségvetési támogatást kapunk, illetve hát az önkormányzat is a saját mértékében és lehetőségeihez mérten biztosítani fog támogatást, és a jövő hét folyamán megpróbáljuk összerakni azt a logisztikát, hogy kijussanak a segédanyagok, illetve a helyreállítást tudjon haladni. Nyilván jelentős gondot fog okozni ebből a több mint 600 ingatlanból, annak az ingatlanoknak a sorsa, ahol nincsen biztosítás. Az önkormányzat ingatlanjaiba is több helyen kárt keletkezett, de az önkormányzati ingatlanok természetesen biztosítva vannak, illetve hát az önkormányzat ezt saját maga megoldja. Igazi gépritkaságok várták a repülés szerelmeseit július végén Balkányban. A repülőtéren egy Kamov helikoptert is bemutattak, amelyből mindössze 800 darab készült az egész világon. A Kárpátok régió nemzetközi repülős találkozót Balkányban tartották. Ez úgy működik egyébként, hogy üzletemberek, vagy akik repülni szeretnének egyik helyről a másikra, akár turisztikai céllal is igénybe veszik ezeket a kis repülőgépeket. Na most mi ezt úgy gondoljuk, hogy ezt a mobilitásba, különlegesen itt a schengeni határ mentén, ahol órákat kell várakozni, tehát partnereink most is órákat várakoztak a határon, meg ha a háborúnak vége van, akkor Ukrajna területéről is ez a repülés beindulhatna. Függőhidat, kilátókat, vizitúra megállóhelyet is kialakítanak egy beruházásban Vásárosnemény központjában. A Kraszna sétány a Tisza torkolatáig tart majd, közel 1 kilométer hosszan. A fejlesztéssel a város és a térség az aktív turizmus egyik kiemelt desztinációjává válhat. Észrevettük azt, hogy a városközpont a két folyó torkolatával, amiről nagyon kevesen tudnak, hogy a Kraszna és a Tisza itt találkozik egymással, és a Kraszna itt ömlik bele a Tiszába. Csodálatos természeti jelenség, és a maga környezet is, a természetes környezet fákkal, ligetes részekkel varázslatos tud lenni. És azt álmodtuk meg, mivel kerékpáros barát településes vagyunk, és ha már egy másik projekt kapcsán kerékpárutakat építünk, akkor valahogy kössük össze azt, hogy a Kraszna sétány megálmodásával, egy közel 1 kilométeres sétány bekötésével, két kilátóval és függőhiddal kapcsolódjon ez a két projekt össze. Azt szeretnénk megvalósítani, hogy egy kicsi Baja legyünk, ugyanis nem Baja, hogyha hasonlítunk egy kicsikét más városra is, hanem ezen természeti adottságainkat kihasználva próbáljuk meg a városlakókat és az ideérkezőket egyfajta attrakcióval kiszolgálni. Július végén derült ki, új akkumulátorgyár épül Nyíregyházán. A kínai Sanwoda cég 580 milliárd forintból hozza létre első európai üzemét. A beruházással több ezer új munkahely létesül a megyeszékhely déli ipari parkjában. Az év eddigi legnagyobb befektetését Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be július 27-én Budapesten. A Sanwoda döntése úgy szól, hogy
az első európai gyárát a vállalat Magyarországon, mégpedig Nyíregyházán építi fel. Ennek a magyarországi beruházásnak az indításaként 93 milliárd forintért kezdik meg a gyár építését, amely aztán a többi építési és beruházási szakasszal együtt egy 580 milliárd forintos beruházássá fog kiteljesedni. Szeretném még egyszer megismételni, tehát a Szamvoda nyíregyházi beruházása az összes építési és beruházási szakaszt figyelembe véve egy 580 milliárd forintos beruházás lesz, amely több ezer munkahelyet fog létrehozni itt Nyíregyházán. Ez az idei esztendőben bejelentett legnagyobb beruházás eddig. Ez a harmadik olyan beruházás idén, amely 1 milliárd euró fölötti értéket képvisel, és ezzel a beruházással most már biztossá válik azon vállalásunk teljesíthetősége, amely szerint a tavalyi beruházási rekordot az idei esztendőben nem csak meghaladjuk, hanem meg is duplázzuk. A tárcavezető leszögezte, hogy a Szamvoda számára a környezetvédelem kiemelten fontos. A gyár teljes vízigényének 90%-át tisztított szennyvízből fogják biztosítani. A könyvtár nem csak könyvektára, hanem közösségi tér is, ahol minden korosztály számára találhatók programok. Ez jellemezte a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár 2023-as esztendejét. Tomaszowski Anita igazgató azt mondta, különösen büszkék a képregénytár és a stúdió mellett arra, hogy az intézménynek mintegy 15 ezer beiratkozott olvasója van. A rendezvényeiken közel 20 ezer látogató fordult meg. Tavaly november 1-én a nyíregyházi önkormányzat rendelete alapján becsukta a kapuit a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár, és az első negyed évben zárva is maradt. Ennek ellenére nem hagyta cserben olvasóit, mondta el az idén további 5 évre kinevezett könyvtárigazgató. Az első negyed évben is még zárva voltunk, azért a olvasók nem szenvedtek könyvhiányban, hiszen a könyvkölcsönző automatánkkal, illetve egyéb a pandémia alatt is megszokott módon kiszolgáltuk az olvasókat, ezért nem is veszítettük el őket, ők pedig kitartottak mellettünk, és a nyitást követően azóta is folyamatosan kölcsönöznek. Tomaszowski Anita hozzátette, 2023-ban eredményes évet zárnak, hiszen több mint 15 ezer beiratkozott olvasója van jelenleg a könyvtárnak, akik idén összesen közel 300 ezer dokumentumot kölcsönöztek, többek között könyveket, folyóiratokat és DVD-ket. 2023-ban több mint 200 ezer fő látogatta meg a Móricz Zsigmond könyvtárat és vette igénybe valamelyik szolgáltatást. Rendezvényeket is nagyon sokat szerveztünk. Ahogy a pandémia megkövetelte és átálltunk a digitális térbe, ezt tovább folytattuk, így a YouTube csatornánkon 60 videót közvetítettünk, rendezvényt streameltünk, több mint 265 ezeren tekintették meg ezeket a videókat, de személyesen is részt vettek a különböző programjainkon, könyvbemutatókon, író-olvasó találkozókon, több mint 20 ezer résztvevője volt programjainknak. Az igazgató hangsúlyozta, számára a könyvtár nem csak könyvektára. A gyermekkönyvtárosok több mint 50 programmal színesítették a legfiatalabb korosztály mindennapjait. Az intézmény életében a két legnagyobb szabású rendezvény az ünnepi könyvhét és az országos könyvtári napok idén is nagy látogatói számokat hozott. Az idei könyvhetet Bereményi Géza nyitotta meg, a könyvtári napok ideje alatt pedig valamennyi korosztálynak igyekeztek kedvezni a programkínálattal. Az impozáns látogatói számok mellett a könyvtár más szolgáltatásai miatt is jelentős intézménynek számít országos viszonylatban. Nagyon büszkék vagyunk a képregénytárunkra, mert az országosan is egyedülálló. Hívtak előadást tartani, cikket szakmai labba a témával kapcsolatban, illetve a stúdiónkra is nagyon büszkék vagyunk. Az is országosan egyedülállónak mondható, hogy Greenbox technikával felszerelt stúdiónk van, ahonnan rengeteg programot tudtunk sugározni a pandémia alatt is. A YouTube csatornánk az nagyon kiemelkedő, több mint 1800 feliratkozónk van már, összesen 275 videót tartalmaz az oldalunk, és a megtekintése az folyamatosan nő. Az olvasók mellett a közösségi szolgálatot teljesítő diákok körében is népszerű a könyvtár. 2023-ban közel 500 diák választotta a Móricz Zsigmond könyvtárat.
Rövidesen megkezdődik egy új óvoda építése Nyírbogáton, erre a Top Plus-ban nyert 500 000 forintos támogatást az önkormányzat. A város a kezdeti nehézségek ellenére is sikeres időszakon van túl. Sikerült megvalósítani a turisztikai beruházásokat, amelyek sora folytatódhat a jövőben. A város vezetés a nyírség legmagasabb pontjára, a Hoportyóra szeretne egy idegenforgalmi attrakciót kialakítani. Több mint 3 milliárd forintos főösszeggel gazdálkodott Nyírbogát 2023-ban. Az elmúlt éveknél magasabb büdzsére azért volt szükség, mert csak nem másfél évvel ezelőtt rendkívüli módon megemelkedtek a város energiaköltségei. Simoné Rizsák Ildikó polgármester azt mondta, a fatüzelésre való átállással és a közvilágítás korszerűsítésével is sokat spórolt az önkormányzat az elmúlt egy évben. Önkormányzatonak igaz, hogy erdeje nincs, csak egy minimális, de vannak fasoraink, amik kitermelésével biztosítani tudtuk a tűzifa folyamatos ellátását az intézményeinkben. Ez volt az egyik része a felkészülésnek. A másik része, hogy pont időben sikerült a közvilágításnak a korszerűsítése. Ennek következtében a közvilágításnak a számlája, még akkor is, ha fizetjük a bérleti díjat a lámpatesteknek, ezáltal nem növekedett, tehát LED-es világításra tért át önkormányzatunk, ráadásul ezek az új lámpatestek már dimmerelhetők, ezáltal a fényerő szabályozása változik. Október végén ünnepi istentisztelettel avatták fel Nyírbogáton a kívül és belül egyaránt felújított református templomot. Egyházi források és gyülekezeti adományok mellett egy magyar-román uniós pályázat segítségével sikerült megvalósítani a fejlesztést. Ez pedig a görög-katolikus templom, immár toronnyal. A városvezetés a top turisztikai pályázatán elnyert támogatásból egy kilátót épített, amely egyúttal haranggal rendelkező templomtoronyként is funkcionál. Az önkormányzat már a top plusz pályázati lehetőségeivel is élni tudott, ennek köszönhetően hamarosan új óvodaépületben cseperedhetnek a város kisgyermekei. Ez az elsődleges olyan projektünk, ami nagy örömet szerzett az itt élőknek, hiszen intézményeink közül egyedül az óvoda az, aminek volt egyfajta felújítása, de sajnos az épületnek akkora miatt ennek teljes körű felújítása saját erőből nem volt megoldható, így a gyermeknevelés támogató humán infrastruktúra fejlesztés top pluszos projekt keretében mintegy 500 millió forintot nyert önkormányzatunk. Tovább fejlesztjük az utainknak a rendbetételét. Az élhető településen belül a legforgalmasabb utunkat, a Rákóczi utcát sikerült felújítani, mellé 4 kis közparkot alakítunk ki, illetve az élőfüves pályának a infrastruktúrális fejlesztése kerül bele. Simoné Rizsák Ildikó hozzátette, szeretnék a következő év során folytatni Nyírbogát elhasználódott útjainak felújítását. Emellett turisztikai fejlesztést is tervez az önkormányzat. A nyírség legmagasabb pontján, a Hoportyón szeretnének kialakítani egy turisztikai attrakciót, amely egyben a kerékpárosok pihenőhelyeként is szolgálna. A polgármester kiemelte, Nyírbogát része a Debrecen-Szatmárnémeti kerékpáros útvonalnak, a helyiek számára pedig büszkeséget jelent, hogy a település térségi szinten is kiemelkedő bel- és külterületi kerékpárút hálózattal rendelkezik. A tabella negyedik helyén tölti a téli szünetet az MB2 D csoportjában a nyírbátori férfi kézilabda csapat, az ősszel 2 edző által is irányított együttes 5 győzelem mellett 1 döntetlen játszott és 5-ször szenvedett vereséget. A nyírbátor január 9-én kezdi el a felkészülést az edző Tréki Tamás irányításával.
A bajnokság átszervezése után azzal a céllal vágott neki a 2023-24-es idénynek a nyírbátori csapat, hogy az alapszakasz végén ott legyen a legjobb négy között. Ha csak az eredményt nézzük, akkor 11 fordulót követően jól állnak a bátoriak, azonban, mint Petneházy Zsolt szakágvezető elmondta, az elmúlt 6 évben összesen nem kellett annyi problémával szembenézniük, mint az őszi szezonban. Kezdődött azzal, hogy az alapozáskor is már elég sok sérültünk volt, aztán folytatódott azzal, hogy egy érzékenyen érintett személyváltozás, ugye egyik játékosunk, a Gubó Alex, a harmadik forduló után bejelentette, hogy családi okokra való hivatkozással Miskolcra költözik, ő eligazolt. Szerencse a szerencsétlenségben, úgy mond, hogy szezon közben megtaláltuk azért Varga Lászlót, akit senkinek nem kell bemutatni, Fehérgyarmat, illetve Nyíregyháza volt játékosát, aki a későbbiekben próbált segíteni ezen a helyzeten. Aztán jött a következő probléma, sajnos edzőnk Fajcsik Miklós ágynak dőlt, beteg lett, úgyhogy vészmegoldásként, mivel hogy Miki sajnos tartósan távol lesz a csapatunktól, vészmegoldásként nagyon gyorsan edzőt kellett találni, amit itt szeretnék megköszönni Weibli Zoltánnak, az Arany Sárkány kézilabdaklub vezetőjének, hogy azonnal elvállalt, és viszont csak úgy vállalta el, hogy a december végéig, tehát gyakorlatilag az őszi szezonnak a végéig. Az edzőcserét követően kellett néhány mérkőzés ahhoz, hogy ismét jönni kezdjenek a győzelmek. Ahogy kezdtünk újra összerázódni, azért jött egy olyan remek eredmény, hogy Hajdú Szoboszlón szinte végigvezetve azért egy X-et el tudtunk, tehát egy pontot haza tudtunk hozni, és most az ősznek az utolsó mérkőzésén, Balmazújvárosban, szintén a sok sérült, azon a mérkőzésen nem léphetett például pályára Varga Laci a sérülése miatt, a 7. percben kiesett Bormárk, de itt bebizonyosodott azért, hogy van tartása a csapatunknak, és csatasorba álltak azok a fiatalok, illetve helyi játékosok, akik eddig kevesebb szerepet kaptak, gondolt itt a Weibli Zolira, a Beregi Márkra, gondolok, hogy Siket Korira, Langmarkra, akik kiválóan teljesítettek ezen a mérkőzésen, és nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a sok problémánk, illetve gondjai közepette el tudtuk hozni a bajnoki két pontot. Ezáltal a 4. helyen vagyunk jelen pillanatban, hasonló pontszámmal a 3. helyezethez. A Nyírbátor január 9-én kezdi el a felkészülést az elmúlt 3 évben az NB1-bés Ajkánál dolgozó Réki Tamás irányításával. A bajnokságban február közepén a Tiszavasvári ellen folytatja szereplését a Bátori együttes. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Eredményesnek tartja munkaügyi szempontból a 2023-as évet Szomba Sándor foglalkoztatáspolitikai államtitkár, sikerült biztosítani az Electrolux megszűnő munkahelyeit, és emelkedett a minimálbér is az év végén. Szomba Sándor államtitkár televíziónknak adott interjújából kiderült, a jövő évben a vármegyében újonnan meginduló gyárakban további munkalehetőségek nyílnak. A könyvtár nem csak könyvek tára, hanem közösségi tér is, ahol minden korosztály számára találhatók programok. Ez jellemezte a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár 2023-as esztendejét. Tomaszowski Anita igazgató azt mondta, különösen büszkék a képregénytár és a stúdió mellett arra, hogy az intézménynek mintegy 15 ezer beiratkozott olvasója van. A rendezvényeiken közel 20 ezer látogató fordult meg. Rövidesen megkezdődik egy új óvoda építése Nyírbogáton. Erre a Top Plusban nyert 500 millió forintos támogatást az önkormányzat. A város a kezdeti nehézségek ellenére is sikeres időszakon van túl. Sikerült megvalósítani a turisztikai beruházásokat, amelyek sora folytatódhat a jövőben. A városvezetés a nyírség legmagasabb pontjára, a Hoportyóra szeretne egy idegenforgalmi attrakciót kialakítani.
December 26-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss információkkal pedig holnap este is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden éjszaka borult idő várható, hajnalban pedig eleredhet az eső is, a hőmérséklet -1 és +2 fok között alakul. Szerdán napközben borult idő valószínű, a hőmérséklet 7 és 11 fok között lesz. A hét folyamán marad a borult időjárás, fagypont körüli éjszakai hőmérsékletekkel. Eső a héten már nem várható.